Sziasztok, meg akarom mutatni, hogy a Siemens frekvenciaváltónak a Sinamix G110-es frekvenciaváltónak a beállítását, a gyors beállítását villanymotor adatok megoldásával. Megnyomjuk a P gombot. Nyilla tovább léptetünk, ez a P3-as. Ez más beállítás, tovább léptetünk a P10-re. Itt kiválasztjuk az egyest. Kiválasztjuk az egyest, de én most nem választom ki. Tovább lépünk. A 100-as, itt kell megadni a hercet, tehát hogy a nulla az a alapbeállítás, az 50 Hz. Igen. Tovább lépünk a 304-esre, az a motornak a feszültsége, ugye 230 volt motorfeszültség. Hát ezt tudjuk változtatni, de nem változtatunk most. 305-ös az pedig a motornak a teljesítmény áramfelvételét. Az 9,5 amper. Az enyémnek tovább lépünk. 307-esnél kell megadni, hogy hány kilovattos a motor. Az enyém az 2,2 kilovattos. Erre 3 kilovattos villanymotort is rá lehet kötni. 310-es az a motornak a frekvenciája, ugye az, ami az adattáblán szerepel. Tovább a 11-es, az meg a fordulat. Az meg a fordulatszámot, ezt lehet változtatni. A 700-as az pedig a beviteli eszköz, tehát hogy miről szeretnénk működtetni a frekvenciaváltót, ez a panella, vagy egy számítógépről, vagy egy más valami interfészről. Ugye? De az nem érdekes. Az 1000-es, 970 az nem tudom mi, mert az nem szerepel a beállításba. Az 1000-es az is valami beállítás szerűség, de az se érdekes. Itt megadhatjuk a motornak a frekvenciáját, hogy mennyiről meddig menjen föl. Alapbeállítása, tehát amikor elindítjuk a frekvenciaváltót, akkor 50 Hz-ig menjen fel. A másiknál meg tudunk rajta még növelni, hogyha akarunk. De akkor majd nyilakkal lehet, amikor már elindult a motor, akkor lehet még fölvenni azt a mondjuk 60 Hz-re, hogyha akarunk. 10-20-as, az meg a felfutási idő. Ez nekem 15 másodpercre van beállítva, ezt amúgy is meg akartam változtatni. Beállítom 10-re, 10 másodpercre, 21, az pedig a lefutási idő, és elméletileg 3900 nullással mentjük el a beállításokat. És elméletileg jó. El is érte. Itt tudjuk változtatni, így alapbeállításon hagyjuk, mondjuk akkor látjuk, hogy megnyomjuk az zöld gombot, és hogy akkor szép fokozatosan emelkedik a fordulat. Hát igen, ez még ilyen tesztfázisban van, én is még csak gyakorlok vele. Ennyi.